Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ismét rengeteg izgalmas program áll rendelkezésünkre a héten. Terézváros eseményei mellett budapesti és vidéki helyszíneket is bemutatok, érdemes lesz tehát ma is velem tartani. A hét eleje egy különleges, ismeretterjesztő előadással indul, ahol mindenki megtudhat valami izgalmasat Terézvárosról. 6x6-kor az 5-ös 10-ben. A helytörténeti klub alkalmával Maczó Balázs klubvezető várostörténész vetített képes előadását élvezhetik a résztvevők. A téma most egy elfelejtett városrész, Lőportár dűlő, a történeti Terézváros nyugati széle. 1950-ig a Lehel tér környéke a Dózsa-György úttal bezárólag a 6. kerület része volt. A terület Lőportár dűlőként volt ismeretes, mivel a 18. században több katonai raktár laktanya épült fel ezen a környéken. A városrésznek máig megvan a sajátságos hangulata, amelyben egyszerre van jelen a bel- és a külváros szelleme. Érdekes előadásra vár mindenkit az 5-ös 10 március 14-én este 6 órakor. A hét közepén lehetőség van egy kicsit megpihenni, feltöltődni, programokat csinálni. A március 15-i állami programok tárháza óriási, több vidéki helyszínen és természetesen Budapesten is megemlékeznek az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcról. Március 15-i programok. Budapesten a Kossuth téri zászlófelvonás után díszünnepséget tartanak a Nemzeti Múzeumnál. Egész nap számos érdekes programmal várják a szervezők az érdeklődőket a Budai Várban is. Március 15-e alkalmából ingyenes nyílt napot tartanak az Országházban, ahol a résztvevők a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot, és természetesen a Szent Koronát is megtekinthetik reggel 8 és délután 1:30 között. Akik gyermekkel egy könnyed és kreatív pihenő napra vágynak, azoknak örömmel ajánlok figyelmébe egy 6. kerületi helyszínt. Miniverzum családi nap. A Miniverzum izgalmas felfedeznivalót kínál a család minden tagjának. 3 ország, 300 négyzetméteren 5000 minifigura, 1300 méter simpálya, és még sorolhatnánk. A családi nap keretében kicsik és nagyok egyaránt jól fognak szórakozni. Kézműves foglalkozások, kulisszák mögötti tárlatvezetés, makettházépítés, digitális vonatozás, és még sok más érdekesség várja a résztvevőket a Miniverzumban március 15-én. Észt film hét a Művész moziban. Március 16-ától 4 nap alatt 4 vadonatúj játékfilmet vetítenek a Művész moziban, és természetesen az Észt animáció rajongóit sem hagyják cserben a szervezők. Vadul bulizó észtek a 90-es évekből, fokozódó feszültségek a vadregényes északi tengerpartján, abszurd kémtörténet szerelmi szállal bonyodalmak a pólusok körül. Ilyesmire számíthatnak azok, akik jegyet váltanak a filmekre. Szeretettel vár mindenkit a Terész körúti Művész mozi március 16-a és 19-e között. Humorfesztivál a Thália Színházban. A nagy sikerre való tekintettel idén újra a nevetésé, a humoré és a mókáé a főszerep a Táliában. A humor hétvége keretein belül pénteken 3, szombaton 1, vasárnap ismét 3 alkalommal van lehetőség az önfelett szórakozásra. Az előadások között a klasszikusnak mondható Család ellen nincs orvosság mellett játsszák az utolsó hőszerelmest és az Anconai szerelmeseket is. Azoknak is tartogatnak azonban programokat, akik a stand-up comedy rajongói. Március 17-e és 19-e között szeretett Tenno és vidám hangulattal várja a nézőket a Thália Színház. Bővebb információt a thalia.hu weboldalon találnak az érdeklődők. Momentán társulat a 6. kerületben. A Momentán Társulat 9 fiatalból álló kreatív csapat az Interaktív Improvizációs Színház magyarországi meghonosítója. Civilben van közöttük rendező, fordító, drámapedagógus, tanár, zenész, fotós, a Momentánban azonban egyek, improszínészek. Minden ötletet a közönség ad, a felkészülési idő minimális, az improvizációs teljesítmény lenyűgöző. Teszteljék önök is a csapatot és szórakozzanak együtt a Momentán Társulattal március 17-én, 19-én és 21-én az Ó utcai Improklubban. Sörtúra élményvonattal. A MÁV Nosztalgia időről időre előrukkol valami igazán különlegessel. Ez alkalommal a sörbarátoknak, sörtúrát kedvelőknek fognak a kedvében járni. Az egynapos sörtúra folyamán Morvaország fővárosába, Brünnbe megy az Express. A program része a városnéző séta magyar nyelvű idegenvezetővel, utazás sörvillamossal és a sörgyár látogatás is. Aki egy igazán egyedi programot szeretne a sörjegyében, annak feltétlenül a Pivo Express-szel kell tartani a március 18-án. Az érdeklődők bővebb információt a MÁV Nosztalgia oldalán találnak.
Koncert az egyes számú gyermekgyógyászati klinikáért. Első alkalommal rendezi meg a Semmelweis Egyetem medikus zenekara jótékonysági koncertjét, amelynek teljes bevételét az egyes számú gyermekgyógyászati klinika javára ajánlják fel. A befolyt összeget az intézmény a csecsemő és gyermekintenzív osztályra szánt betegőrző monitorok vásárlására fordítja. A hagyományteremtő céllal létrejött hangversenyen a zenekar minden alkalommal egy-egy elismert szólistával lép színpadra. Ez alkalommal Sök Atala, a Magyar Állami Operaház operaénekesnője lesz a zenekar vendége. A koncerten Brahms, Mahler, Dvorák szerzeményeket adnak elő. Aki egy szép koncertélménnyel szeretne egy nemes célért adományozni, annak a Zeneakadémián a helye március 19-én vasárnap este 7:30. Kulturális programok a Rust Centerben. Az Andrássy úton működő Orosz Kulturális Központ célja objektív képet festeni a mai Oroszországról, kulturális, oktatási és szellemi potenciáról, a tudományos, műszaki és innovatív területeken elért eredményekről. Ezt a küldetést számos kulturális programmal és eseménnyel teszik még teljesebbé. Március 17-én a Rock'n'Rollers koncertjére várják a hallgatókat, míg március 21-én érdekes beszélgetéssel készülnek a szervezők a paroszláv vallásról. Ugyanezen napon, tehát március 21-én nyitják meg azt a kiállítást, mely a Hattyúk tava 140. évfordulója tiszteletére jött létre. Szeretettel vár minden érdeklődőt a Rust Center változatos programjaival. Terézváros eseményei mellett Budapest számos más pontján is érdekes programokkal várják az érdeklődőket. A férfiak a fejükre estek a Tura Ida Színházban. Fantasztikus színésznők énekelnek ebben a szenvedélyes és rendkívül mulatságos szakítás történetben. Az új zenés vígjátékban három becsapott, kijátszott és megalázott válófélben lévő feleséget alakítanak. De vajon tűri ezt a három nő? Hagyja? Elviseli ezt a helyzetet? Vagy a sarkukra állnak és visszavágnak? Esetleg megbosszulják? Sok kacagásra készülhet a néző, mert itt aztán minden lesz. Szeretettel és sok nevetéssel várják a nézőket Szulák Andrea, Détár Enikő, Keresztes Ildikó, Sztárek Andrea és Xantusz Barbara. A férfiak a fejükre estek premierje március 18-án este 7 órakor lesz a Tura Ida Színházban. Rejtett üzenetek premier. Budapest az 50-es években. A Csillagpresszó, ahol a háború előtt vidám élet folyt, a szocializmusban is tovább működik, ám kissé másképp. A Rejtett üzenetek című előadás mozaik darabkáit a kor divatos lágerei választják el, vagy kötik össze. A jellemábrázolás széles skáláját tárja elénk az előadás, szomorú vagy épp bátorító, de mindenképp megdöbbentő felismerésekhez juttatva. A bölcsesség, a humor, a józan megítélés és jellemünk megtartása által a reménytelenségből is ki lehet jutni. A különleges zenés darab főszereplői Bardóczi Attila, Erkárpáti Péter és Paor Lilla, akik szeretettel várnak mindenkit március 24-én az Erzsébet Ligeti Színházban. Az előadás két időpontban látogatható, délelőtt 11-kor és este 7 órakor. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az info@kulturliget.hu e-mail címen tudnak megtenni. Baba Expo 2017 a Hung Expo. A Baba Expo egy olyan országjáró szakirányú kiállítás és vásár egyben, ahol a baba mama gyermek témakörben érdekelt cégek, szolgáltatók, importőrök, termékforgalmazók mellett lehetőséget kapnak a kismamák a használt ruha, játék, baba holmi adásvételére is. A rendezvényen minden a gyermekekről szól, a gyermekekért van, így ingyenes játszóházzal, ugrálóvárral, arcfestéssel, pelenkázó és baba etető helységgel is készülnek a szervezők. A Baba Expo budapesti állomása március 19-én vasárnap a Hung Expo-n lesz. Bővebb információt a Baba Expo weboldalán találnak az érdeklődők. A hétvége egy igazán édes programot tartogat azoknak, akik Kecskemétre látogatnak. Kecskeméti Csokoládé Fesztivál. A Messzi István sportcsarnokban rendezik meg idén második alkalommal ezt a különleges eseményt. A fantasztikus csokoládé csodák kiállítás és vására mellett szupergyermekprogramokkal és zenei eseményekkel is készülnek a szervezők. Az ország egész területéről érkeznek a csokoládé manufaktúrák, akik egyedülálló csoki kóstoltatással várják a résztvevőket. A színes csokoládé szökőkutak igazi látványosságnak bizonyulnak, de lesz kalandpark is a bátrabb kicsiknek. Igazi íz és játékélménnyel vár mindenkit a második Kecskeméti Csokoládé Fesztivál március 18-án és 19-én.
Ennyi fért mai programajánlónkba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha bármi kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok jó programot kívánok Önöknek, viszontlátásra!